Még egyszer ki, ez az vissza. Most jön a jobb egyenes, ugyanúgy kiütjük, ráfordul a hát. Nem lépünk jobb lába, csak a bal lábban, és vissza. Boxolni tanulnak a gyerekek a dombóvári önkormányzati táborban, az Életfa Nagycsaládos Egyesület által szervezett egyhetes napközis programon. A hét elején szakmai bemutatók voltak, továbbá az egyesület elvitte a gyerekeket túrázni. Anyukám ugye elkezdte mesélni a programokat, és nekem eléggé megtetszettek, úgyhogy úgy döntöttem, hogy eljövök, hogy otthon ne legyen olyan, vagyis hát, otthon még unalmas lenne, úgyhogy inkább eljöttem a táborba. Kirándulás Abaligeten, ott bementünk a Csepkőbarlangba, ott hát voltak nagyon érdekes alakzatok, és még tegnap bementünk egy Denevér múzeumba, meg volt egy ilyen tanösvény, ahol végigmentünk, és ott mindenféle állomások voltak. Nagyon jó. Ez az. Még egyszer a bal. Most próbálj egy bal jobbat ütni. Jó, ide, bal, ide, jobb. Ez kicsit. A tábort megszerveztük, minden napra különböző tematikát iktattunk be. Az első nap szakmai bemutatók voltak. Tűzoltó, rendőrautó, és délután lerajzolták a gyerekek az élményeiket. Kedden látogatást tettek nálunk a cserkészek, illetve indián nap, ami hatalmas sikernek örvendett, itt látható is a zászlónk akkor készült. Szerdai napon kirándultunk, Abaligeten, 70 helyi tanösvényen. Mai nap sportnapunk van, most jelenleg egy box bemutató zajlik, illetve reméljük, hogy toborzás jelleget is ad a hetünk a gyerekeknek. Tehát egy érdeklődést mutassanak, megpróbáljuk megszólaltatni a helyi szervezeteket, hogy vegyenek részt a hetünkben, és akkor így hát, hogy gyerekek részt vesznek az ő edzéseikben, programjaikon. Holnap pedig egy kreatív napot terveztünk, a magyar nép kultúrájából merítettünk. A Szépteremtő Kaláka civil szervezetet hívtuk meg, ők fővelük fogunk kézműveskedni délelőtt, és délután pedig egy táncházzal zárjuk az egész hetünket nyári éve segítségével. Ahogy ki voltak világítva a cseppkövek, annak tetszett a színe. A kicsik szinte egyöntetően azt mondták, hogy a Csepkő barlangban tett látogatás volt a legjobb, de természetesen a többi programot is élvezték. Nagyon jó. Kézműveskedünk, így tornázunk, elmegyünk sportpályára, tanösvényekre. Államfogott, meg ilyen indiánnak ilyen fej, meg ilyen kézre ilyen zászló. A rendőrök, a tűzoltók, az is tetszett nagyon, be lehetett ülni az autóba. Megmutatták, hogy kell kiúrítani a tömlőket. Az nekem sikerült. Meg utána jöttek a rendőrök, oda is be lehetett ülni. Meg utána mutatták, hogy van ez a vészjelzés. A táborban 25 gyerek vett részt, és őket 5 felnőtt felügyelte. A 15 éves Varga Zsanett is önként ajánlotta fel a segítségét. Lett ez a tábor, ami lehetőséget tett nekem arra, hogy én a kicsikkel foglalkozzak ilyen sportosabb eseményekkel. Aztán elvállaltam. Mai nap sportvetélkedőket fogok tartani. Én kiskorom óta úszok, vízilabdáztam, kajakozok, és számomra a sport az egy élmény. Hogyha minden jól megy, akkor szeretnék testnevelés egyetemre tovább menni még a továbbiakban. Hogyha nagyon jól megy, akkor külföldre. Az Életfa Nagycsaládos Egyesület elnöke azt mondja, szeretne hagyományt teremteni a táborból. Mivel mi egy nagyon fiatal és nagyon friss egyesület vagyunk, tehát nem is vagyunk egy évesek, nekünk ez egy óriási lehetőség volt a családjainknak. Főleg, mint mondtam, a pandémia után, tehát hogy újból a gyerekek együtt vannak, és tényleg ez egy hatalmas lehetőség. Első. És reméljük lesz még. Tervezünk még egy bababőrzét, ami egy adománygyűjtés keretében, ugye felkészülés az iskolára, sok családnak ez nagyon nehéz, anyagilag is megterhelő, itt volt ez a pandémiás időszak, illetve hát, hogyha nem húzza keresztül számításainkat, akkor még túrákat tervezünk összre.